Jó estét kívánok, kedves nézők! A Bajnokok Városa első felében atlétikával, egészen pontosan az Arakkal foglalkozunk. Még pontosabban a fehérvári atléták közül két kiválóval, egy atléta nővel és egy atlétával, Mátó Sárával, aki sorozatosan döntögeti a csúcsokat, és a leggyorsabb magyarral, Szabó Danival. Mindkettőtöket nagy szeretettel köszöntelek. Szép estét kívánok! És egyúttal természetesen gratulálok legutóbbi sikereitekhez is, hogy mik voltak ezek, azokról majd hamarosan beszélgetünk, de hát mindenek előtt, lévén, hogy azért igen fiatalok vagytok, az iskolában is teljesíteni kell, az iskolapadban, Sára esetében ez az érettségi, ugye Szabó Dani esetében ez már egyetem, illetőleg főiskola. Hogyan vettétek ezeket az akadályokat? Kezdjed. Hát ugye most lett vége a szóbelinek, egy hónapja pedig az írásbeli érettségi volt, és hát közben úgy éreztem, hogy soha nem lesz vége ennek az egy hónapnak már, de így visszanézve egy jó élmény volt, szóval, hogy semmi olyan nem történt, ami miatt szomorkodnom kéne, és örülök, hogy vége van. Úgy érzem, hogy jól is sikerültek. De szerdán, tehát szerdán volt talán kémia érettségit volt tegnap, vagy nem is tudom? Nem, csak a szóbeli érettségi. Csak szóbeli, igen, akkor zárult az egész. Igen, akkor zárult az egész. Úgyhogy most már kicsit szabadabbnak érzem magam. Hova tovább? Azt tudod már? Hát én is valószínűleg a testnevelési egyetemre fogok tovább tanulni, ahol Dani is van, ugye? Ezen a sport és vagy egészségfejlesztő, meg rekreáció szervező szakirányon, úgyhogy, de hát még meglátjuk. Dani? Jelenleg most végeztem el a testnevelési egyetemben a második fél évemet, és sikeresen zárult mind a 11 tárgyamat. Elsőre sikerült teljesítem. Igazából nem volt annyira könnyű, és nem is volt annyira nehéz ez a fél év, de szerencsére túl vagyok rajta, és igazából várom a következő fél éveket. Azért is fontos szerintem, hogy erről a kérdésről is beszélgessünk, mert azért nyilván a sport is nagyon fontos szegmens az életetekben, de hát emellett azért a tanulás is. És fontos, és azt hiszem mondhatjuk, hogy ebben a tekintetben is fiatalkorotok ellenére példaképek vagytok. Szerintem nagyon fontos a tanulás egyrészt. Igazából azért is, mert sajnos mint minden egyes sport életnek és sportkörnek egyszer véget ér ez az út, és utána valahol el kell helyezkedni az életben igazából, amit szintén szeret az ember, és szerintem mindannyian próbálunk afelé törekedni, vagyis afelé törekedni, ahol igazából tovább tudjuk élvezni azt, amit csinálunk, és ez akár a tanulás terén is megnyilvánulhat, akár a sport terén, akár az orvoslás terén, vagy akár a mechanika különböző területein. Ugye hát arról, amiről most beszéltél itt még a mondandód elején, hogy majd egyszer véget ér, ez azért a ti esetetekben még jó távol van. Szerencsére. Szeretem, mennyire tartod azt nyilván, hogy eddig hány csúcsot döntöttél meg eddigi pályafutásod során? Ugye gyakorlatilag majdnem minden hétre, vagy két-három hétre jut egy-egy. Hát igen, mert most hát ugye kicsit vicces, mert ugye, hogyha egyénit futok, akkor az most már országos csúcs lesz, mert ugye idén sikerült egyből megfutnom a tavalyi rekordomat. Úgyhogy hát nem tudom, igazából nem tudom, hogy hányszor döntöttem meg eddig, talán tavaly kétszer, vagy igen, kétszer, meg most már idén is kétszer ezt a junior csúcsot. Úgyhogy... Nem kvíz kérdés volt, szóval nem. Igen, hát nem tudom, igazából nem ezt szoktam számolni, mindig csak arra törekszek, hogy minél jobb legyen, meg hogy minél jobb időt tudjak futni, meg magamból mindent kihozni, úgyhogy igazából. Ez volt olyan, amikor mondjuk kevésbé ment, és nem sikerült megugrani azokat a szintidőket, amiket beterveztél? Volt ilyen valaha pályafutásodban, vagy ez így egyenletesen ment fölfelé? Hát persze azért mindig előfordul, és hogyha nem is mindig ebben a versenyszámban, nem csak a 400 gáton, de akár más versenyszámban, amiben elindulok, mindig van az embernek olyan, hogy nem az ő napja, és nem úgy jön ki a lépés, és nem olyan lesz az eredmény, mint ahogy szeretné, de hát ezeken túl kell lépni, és akkor ebből is így tanulni, és akkor a következő versenyen ennél jobban fog sikerülni. Ugye hát a igen közeli múlt siker a U23-as, illetve a junior országos bajnokságon, ott faragta tovább ugye ezt a bizonyos csúcsot 400 igen. gáton, Anita pedig 100 és 200 méteren is fölényesen nyertél. Az, hogy azért mégiscsak sprint számban egyeduralkodó vagy az országban,
az mit jelent számodra? Az mennyire ad megfelelő motivációt? Igazából nem nevezném magam teljes mértékben egyeduralkodónak, mivel az elmúlt években nagyon megerősödött a férfiaknak a sprinter mezőnye is. Itt gondolok akár a szolnokiakra vagy a pestiekre, és ők is évre évre jobb eredményeket produkálnak, és jelen, vagyis ebben a szezonban igazából nagyon-nagyon kiélezett párharcok vannak, és igazából ez majd az országos bajnokságon fog eldőlni és kiderülni az, hogy igazából ki is van jobb állapotban, ki tudja azt a nagyon rövid távot minél gyorsabban teljesíteni, és ki ér be elsőként a célvonalba. Ez az idény, ez egy izgalmas idény lesz, és tele lesz meglepetésekkel, abban is biztos vagyok, de megpróbálom majd a legjobbat kihozni és megvédeni a bajnoki címet. De milyen fejlődtél szerinted az elmúlt időszakban leginkább? Igazából kettő téren is, sőt, inkább legyen három, mind mentálisan, fizikálisan és technikailag is. És próbálok mindent a sport felé szentelni, és úgy alakítani a hétköznapjaimat is, a pihenés, a regeneráció terén, vagy akár az, hogy egy-egy edzéssel, hogy megyek oda, milyen felkészültségi állapottal. De Sára? Hát én is úgy érzem, hogy nagyon sokat tudtam fejlődni az idei alapozás alatt. Hát ugye még én is viszonylag fiatalnak számítok, úgyhogy most még sokat lehet előrelépni minden téren, amiket Dani is említett. Úgyhogy több edzőtáborban is voltam, télen is, meg most a tavaszi felkészülés alatt is, ami mind nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy tudjak fejlődni. Én is fizikálisan, és úgy érzem, hogy mentálisan is tudtam fejlődni, főleg így, hogy a tanulás mellett oda tudtam koncentrálni az edzésre is, tehát nem befolyásolta egymást a kettő, úgyhogy úgy érzem, hogy én is sokat tudtam előrelépni. Azért láttam én már olyan versenyt, ahol mögötted kullogott a mezőny, nem egyet, és gyakorlatilag oktattad a hazai mezőnyt. Ezt hogy viseled? Ilyenkor is mész előre, mint a golyó, vagy ilyenkor esetleg hajlamosabb vagy visszavenni a tempóból, vagy igazából mindig a saját utadat járod a rekordtámon? Hát inkább igyekszem a saját csak a saját pályámra figyelni, és a többieket kizárni, és 400 gáton inkább jellemző ez, hogy egyedül fussak, de a síkfutásban azért ott vannak mellettem általában, és tudunk egymásnak segíteni más versenyzőkkel is, de mindezektől függetlenül mindig igyekszem saját magamra figyelni, és magamból a legjobbat kihozni. Ugye te esetedben felmerült az a kérdés, hogy 400 gát vagy több próba, mert hogy ugye abban is elég szépen szállítod az eredményeket. Ez a kérdés, ez eldőlt? Hát idénre eldőlt. Idén most attól függetlenül, hogy erősítünk az ugrásokra is, és a dobásokra is, technikailag nem készülünk rá, ugye ami a hétpróbához kéne, inkább a 400 gázra készülünk, de nem felejtettem el a hétpróba számait se, és jövőre az alapozás úgy fog kinézni, hogy megint készülök majd az összes számra, és akkor a versenyszezon előtt, a téli versenyszezon előtt döntjük el, hogy akkor az év az milyen irányba fog billenni. Dani, te hogy lettél sprinter? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Igazából már kisgyerekkorom óta izgága voltam, kipróbáltam az összes sportot, és az első városi diákolimpián igazából ugye a gyerekeknek 60 métert kell futni, 300-600 kis labdát hajítani, vagyis először 4 próba vagy 3 próba, nem is tudom pontosan, és nevelőedzőm Halász Géza bácsi fedezett fel úgymond engem, hogy nagyon gyorsan szedem a kis virgácsaimat, és igazából ennek következtében így ez a pálya alakult ki. Milyen célt fogalmaztál meg akkor, amikor mondjuk jött az első nagy eredmény? Igazából sosem voltak céljaim még kisgyermekként így az alsó tagozatban, hanem igazából csak annyi volt, hogy élvezzem azt, amit csinálok. És így visszaemlékezve és teljes mértékben jól gondolkodtam, mert hogyha nincsen meg a sport szeretete, akkor igazából az adott illető nem fog ott maradni például a pályán, vagy a focipályán, a hokisoknál a jégen. Tehát először igazából magát a sportot kell megszeretetni az adott kisgyerekkel vagy illetővel. És erre neked hogy kezdődött a pályád? Hát én is már nagyon kicsi korom óta sportolok. Óvoda nagy csoportjától kezdve úsztam. Először csak, hogy vízbiztos legyek, és akkor hát igazából ott maradtam az úszodában, és egészen
ötödik osztályig űztem ezt a sportot, meg ezen kívül az alsós osztályfőnököm is tesitanár volt, és nagyon sokféle diákolimpiára vittek minket, duatlonra, akkor még triatlon is volt, ugye ott úszás is van, biciklizés, futás, és hát ugye ötödikbe abba hagytam az úszást, nagyon-nagyon sok edzés lett volna, meg reggelente kellett volna menni edzésre, úgyhogy azt inkább nem erőltettem még ennyi idősen, és hát úgy kerültem az atlétikába, uh-huh. És nekem pedig Véninger Katalin volt a nevelőedzőm, és ő pedig, hát nála inkább hosszú távfutásra készültem, és nekem is arról szólt igazából akkor még, hogy nagyon-nagyon jó volt a közösség, a csapat, Kati nénivel is nagyon jól kijöttünk, és nagyon szerettem edzésekre járni, és hát így maradtam itt, és hát azóta is itt vagyok, és most már nem mindig csak arról szól, hogy jól érezzük magunkat, de azért még most is megmaradt ez a jó hangulat. Úgyhogy. Dani, te Fehér Oroszország felé, Minszk felé veszed az irányt, hiszen ott vagy az Európai Játékok magyar csapatában. Mikor utazol, milyen számban, számokban, mikor állsz rajthoz? És egyáltalán mit jelent számodra most ez a kihívás? Számomra ez a verseny egy nagyon jó felkészítő verseny lesz az U23 Európa-bajnokságra, mert itt is egy nemzetközi mezőnyben fogunk futni. Igazából ez egy nagyon magas rangú és szintű versenynek számít, és emiatt nagyon-nagyon várom és kíváncsi leszek, hogy igazából mi fog odakint történni, és nagyon remélem, hogy meleg lesz. Továbbiakban holnap fogunk utazni, holnap indul a gépünk 11 órakor, hogyha jól tudom pontosan. A versenyidőpontokról nem tudok pontosabb információval szolgálni, mert jelenleg még én sem tudom, és szerintem a kinti eligazításon lesz erről majd szó. És 100 métert fogok futni, első körben kettőt, és hogyha tovább jutunk a döntőbe, akkor utána van még 2 darab 100 méter. Tehát összességében remélhetőleg 4-et fogok odakint futni. És aztán jön majd az U23-as Európa-bajnokság. Igen, az pedig Svédországban lesz, Kevlébe, és oda pedig július 9-én fogunk kiutazni, hogyha minden igaz. 100-at, 200-at és 400-at is fogok futni, vagyis jelenleg úgy néz ki ez a tervezet, mivel hétvégén sikerült kvalifikálnom magam 200 méteren is. Konkrétabb elvárásaim magammal szemben az, hogy próbáljam meg a lehető legjobban nyújtani és az egyéni csúcsom közelébe futni, sőt azt megjavítani. És igazából, hogyha ez megtörténik, akkor magammal teljes mértékben elégedett leszek, mivel a legjobban tudtam nyújtani odakint, és igazából az eredmény az már csak magától fog jönni ezáltal. Abban a szerencsés és kivételes helyzetben voltál, vagy lehettél, hogy a Gyulai Memoriálon ugye nagyon nagy nevekkel futhattál együtt, erre volt már példa. És hát ugye azért a sprint számban, 100 síkon ugye, hát a színes bőrű versenyzők azok, akik azért viszik a prémet. Mit tudnak ők? Mert hogy te testközelből láthattad őket. Hát és versenyezhettél. Igazából, hogy mit is tudnak ők? Hát erre nem tudom a pontos választ. Igazából megfogalmazva, hogyha konkrét és pontosak lenni, akkor genetikai különbségek vannak izomösszetételben, de nem tudom pontosan. Azt tudom, hogy erősek, robbanékonyak, gyorsak, és igazából mutattak egy irányt, hogy mennyire vagyunk még távol, miben kell még fejlődni, és hogy hogyan lehetne hozzájuk közelebb jutni, meg igazából egy nagyon-nagyon jó élménnyel szolgált ez számomra, ami igazából azóta is motiváció és egy pozitív dolog számomra, ami így előre visz. Sárat a 20-as Európa-bajnokságra készülsz, ugye ennek is Svédország ad otthont, de milyen reményekkel vágsz majd neki ennek a júliusi utazásnak? Igen, hát ugye egyből az U23-as EB után fogunk mi kiutazni, amikor Daniék hazajöttek, és hát igazából már nincs túl sok idő addig, hogyha így belegondolni, hogy gyorsan el fog menni ez az egy hónap addig, és hát addig még szeretnék mentálisan is jól felkészülni, hogy ott a legjobb időben a legjobbamat tudjam hozni. És hát ugye 400 gáton fogok indulni, és hogyha minden jól megy, akkor abból 3 futás van, van egy selejtező, egy előfutam és egy döntő. És hát mindenképpen szeretnék döntőbe kerülni. Ugye ott már csak a legjobb 8 verseny ez egymással. És hát
igazából ott meg nehéz megmondani, hogy hát helyezést azt nagyon-nagyon nehéz megmondani, hogy miért lehet elérni. Az időmön szeretnék mindenképpen javítani, és hát talán az legjobb, hogyha az ember egy ilyen döntőben tudja az egyéni csúcsát megfutni, úgyhogy én is ezt szeretném majd, és akkor elégedett leszek. Úgyhogy nem tudom, hogy mire lesz ez elég, majd meglátjuk, de nagyon-nagyon várom már. Pihenés lesz a nyáron? Hát nem sok. Talán egy hét. Augusztus elején közepén. Valahogy igen. Uh-huh. Az elegendő szokott lenni? Hát valamire, de ilyenkor mielőtt ősszel újra nekivágunk az alapozásnak és a felkészülésnek a következő szezonra, akkor általában azért szokott lenni. Igen, szeptember és október. Ott szokott lenni egy hosszabb pihenő, így a nyáron nem. Igen. Nem, nyáron nem szokott, akkor versenyprogram van végig. És hogyan regenerálódtok? Tehát mi az, ami leginkább pihentet egyébként titeket? Igazából így edzések után jó, hogyha az ember kicsit ki tud kapcsolódni, és másra is tud gondolni, és szerintem az elég regeneráció tud lenni, hogyha mondjuk délelőtt edzés van, akkor délután valami szabadidős tevékenységet csinálunk, meg hát most tényleg jó meleg van, élvezzük a meleget, elvegyünk mondjuk fürdeni. Meg akkor az ember egyszer-kétszer el tud menni úszodába, szaunázni, és akkor igazából hát az is felfrissülése számára, ami egy hétvégi programnak tökéletesen megfelel. Igen. Hát igazából egy jó alvás. Ez biztos. Az szerintem mindenki számára regeneráltató. Igen. Hát további sikereket nektek, meg abban az egy hétben azért jó pihenést is. Szurkolunk nektek, mint ahogy valamennyi a Rakosnak. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, maradjanak velünk továbbra is, annál is inkább, hiszen most egy hosszabb összefoglalót láthatnak a hétvégén megrendezésre került nagy-nagy eseményről, hiszen vasárnap a Tour de Hongrie itt érkezett célba Fehérváron, hogy hogyan is, azt már is mutatjuk. Még csak közeledett Fehérvárhoz a mezőny, sokan már a mezőnnyel együtt tekertek, legalábbis spinningeltek az Alba Triathlon és több edzőterem szervezésében. Hány spinninggel készültetek, hány fehérvárit és nem fehérvárit vártok egyáltalán? Hát elsősorban mi az üzenete ennek a rendezvénynek? Mindenkit várunk, 70 darab kerékpárunk van a helyszínen, és regisztráció alapján pedig 60 ember van, akit várunk, akik jönni fognak, és van plusz 10 darab kerékpárunk. Még. Ugye hát ez egy nagyon-nagyon jelentős profi sportesemény, amihez ugye egy közösségi sporteseménnyel csatlakoztok. Mi elsősorban az üzenete ennek a rendezvénynek? Egyrészt megismertetni a spinning, maga a spinning sportot az emberekkel, meg közösen együtt így a termekkel, akikkel összefogtunk, hogy egy kicsit az összetartást hangsúlyozni itt a termek között. Örömmel látjuk, hogy Kaiser Tomi nyerekben van. Mi lesz majd később, mikor tényleg úgy igazából tekerni kell? Hát elképesztő hőség van, és nagyon meleg, úgyhogy ömleni fog rólunk a víz, ebben egészen biztos vagyok. De hát nyilván a Tour de Hongrie igazi mezőnye, ők már nagyon régóta izzadnak, de hát ilyen a nyár. Én nagyon örülök, hogy amit mondtak, vihar, az talán nem jön, és hát ez egy marha jó közösségi kezdeményezés, hogy itt együtt tekerhetünk a mezőnnyel, és hát nem mondhattam azt, hogy nem, mikor megkérdezték, hogy jövök-e, úgyhogy itt vagyok, izzadok, picit nagyon fog fájni, ebben egészen biztos vagyok, hogy a nyár eddigi legdurvább élménye lesz. Én ezt várom. Én már egy hónapja körülbelül járok órákra a Katlárban, Katlárnak az óráira, és hát szerintem nagyon-nagyon jó lesz. Mondjuk a meleg miatt ez elég kihívás lesz, mert tehát egy konditeremben más tekerni, mint kint, szabad ég alatt, jó levegőn, napsütésben, úgyhogy remélem, hogy jó lesz. Te hogyan készültél a mai kihívásra, különös tekintettel erre a baromi melegre? Hát mindenképpen folyadékkal ugye, és hát a sapkán gondolkozunk most, hogy esetleg felvesszük-e vagy nem, de hát ez ellen a meleg ellen nem nagyon lehet így most így. Mit gondoltok egyáltalán a Tour de Hongrie-ról, és hát arról a el nem hanyagolható tényről, hogy ismételtem, Fehérvár lesz a befutó helyszíne, de most nem szakasz befutó, hanem az egész verseny befutójának a helyszíne. Hát ez mindenképpen pozitív, már mint Fehérvárra is nézve, hogy ezt így meg tudták szervezni, és hogy ezt így össze tudták hozni. Szóval én nagyon örülök neki, tavaly is kint voltam, amikor itt voltak a befutók, és idén is kint leszek, szóval nagyon örülök neki. Te hogy érzed magad most itt? Milyen a hangulat egyáltalán ez a közeg? Hú, szerintem ez nagyon jó itt a hangulat. Egyre több ember van, tehát egyre több embert bevonz ez az egész sport, és szerintem ez egy gyönyörű sport is, és tényleg nagyon jó, hogy így meg tudták ezt szervezni, ezt a közösségi spinning órát, mert nagyon fontos, hogy az emberek sportoljanak, mozogjanak, és hát azért érdekelje őket a körülöttük lévő sport is, hogy milyen lehetőségek vannak itt akár a városban.
Nagy örömre szolgál, hogy itt lehetek ezen az nyílt edzésen, még ilyenben nem volt részem. Nagy izgalommal vártam én is a befutót, úgyhogy izgalommal várom, hogy milyen lesz az edzés, mert még ilyenben nem volt részem. Hát azért egy elég komoly mez van rajtad, úgyhogy ezek szerint azért a kerékpár sport is közel áll hozzá. Így van. Hát a hétvégi tókör az mindig megvan. Ezt kimondottan erre a versenyre rendeltem, ezt a mezt. Úgyhogy remélem meghozza a szerencsét. Bár Székesfehérvárnak volt már része befutóban, de ezúttal nem a szakasz, hanem a teljes verseny véghajrájának szurkolhattunk. A mezőny mintegy 160 km megtétele után Kecskemétről érkezett a bajnokok városába. Sikerült elérnünk azt, hogy a befutója legyen itt a Tour de Hongrinak most idén Székesfehérváron, és tudtuk, hogy ez ugye vasárnapra fog esni, hogy ez azért is nagyon jó lesz, mert sokkal többen tudnak kijönni. Ez egy igazi jó szórakozási lehetőség, közösségi program, délelőttől kezdve mozgás kultúrában is részt lehet venni, mozogni lehet, sportolni lehet, és közben lehet várni egy fantasztikus mezőnyt. Több kört fog tenni a városba, hogy aztán utána az idei befutó itt történjen meg Székesfehérvár szívében. Hosszú távon mennyire számol egymással Székesfehérvár és a Tour de Hongrie? Remélem, hogy nagyon. Most már több év óta a verseny visszatér. Eddig szakaszok jöttek, most a befutó is. Mi nagyon lobbiztunk ezért, és szeretnénk a jövőben is, hogyha ilyen kerékpáros versenyek úgy gondolnák, hogy Székesfehérvárt egy nagyon fontos célpontnak tekintik. Gyönyörű városunk van, ezt meg tudjuk mutatni, óriási lehetőség ez, hiszen itt a különböző televíziós csatornákon keresztül nagyon sok millió ember nézi, hogy milyen gyönyörű városban élhetünk, de legalább ennyire fontos, hogy magának a kerékpározásnak tudjunk adni egy pozitív reklámot, hiszen a közlekedési nehézségek megoldásában kulcsszerep lesz a következő években, évtizedekben, hogy minél több ember tudjunk, akár a munkába járás vonatkozásában, iskolába járás vonatkozásában, vagy akár saját egészségük tekintetében rávenni arra, hogy kerékpározzanak. Erre ez azt hiszem, hogy nagyon jó reklám, miközben egy nagyon jó városmarketing értékkel is bír. Sok helyen fürtökben lógtak az emberek a kordonoknál, a célnál is elképesztő volt a hangulat. Ezt a hangulatot pedig tetézte, hogy összetettben két magyar is dobogóra állhatott. Neilánc mögött két honfitársunk végzett. Dina Márton lett a második, Walter Attila pedig a harmadik. Történelmi magyar siker, és ennek tehát természetesen aktív résztvevője, vagy mi jár most a fejedben? Hát nagyon boldog vagyok, tényleg. Egyelőre még szerintem nem fogtam fel eléggé. Igen, az látszott rajtad a pódiumon is egy picit meg vagy illetődve. Hát igen, nem számít. Nyilván valamilyen szinten reméltem, meg titkon gondoltam rá, de hát azért az első számú embert kellett segíteni végig, úgyhogy az volt a taktika. Úgy alakult végül, hogy sikerült a bogóra jönnöm. És mikor erősödött meg benned az érzés, a gondolat, hogy oda lehet érni a legelején? Hát igazából tegnap a Kékesen, tehát amikor utolértük UMP-t, akkor tudtam, hogy mennem kell a támadásra, úgyhogy... Melyik polcra helyeznéd ezt a sikert a pályafutásodat tekintve? Szerintem ez abszolút a legmagasabb polcon van egyelőre. Mesélj kérlek, mikor kaptál vérszemet a verseny? És mennyire? Hát igazából a tegnapi nap során döntöttem úgy, hogy most már ideje eldönteni az összetett kérdését, ugye erre tökéletesen alkalmas volt a kékestető. Odáig optimálisan alakult számomra a verseny, azt leszámítva, hogy ugye az élenálló Neilánc óriási előnyt tudott szerezni az egyik szakaszon, egy szóló szökés folyamán, úgyhogy igazából tudtuk, hogy a dobogóért harcolunk nagyjából, nem gondoltuk, hogy itt annyira megrogyna, hogy neki vissza lehessen adni azt a több mint egy perces előnyt, úgyhogy ezen a tegnapi kékesi szakaszon próbáltam minél előre végezni, támadni, közel volt a szakaszgyőzelem, és kicsit elszámoltam magam a végső sprinttel, de végül is elég volt a szakasz harmadik helyre is, és összetettbe is ezzel feljöttem a harmadik helyre. És milyen érzés egy ilyen történelmi magyar sikernek a részese lenni? Mik cikáznak most a fejed? Hát igazából két dolog miatt vagyok nagyon boldog, ugye egyrészt a saját sikeremnek nagyon tudok örülni, nagyon örülök, hogy ezt egy ilyen neves és nagy mezőnybe értem el, másrészt pedig örülök, hogy ezt egy ekkora magyar versenyen értem el, hogy szakasz közben azon gondolkoztam, hogy gyakorlatilag 1000 magyar zászlót láttam ezen a héten. Szerintem gyakorlatilag 1 millió embert láttam az utak szélén szurkolni. A tévéből mindenkit végigkövethette a versenyt, úgyhogy igazából örülök, hogy egy ilyen nívós verseny sikerült ezt egy ilyen szép eseményt elérni, szép eredményt elérni.
A dobogósokat köszöntötte dr. Cserpalkovics András polgármester is, aki meglepetésként egy óriási szülinapi tortát adott át a 40 éves Tour de Hongrie szervezőinek. Egy fantasztikus fogadóváros volt Székesfehérvár, fantasztikus közönséggel itt a célterületen, de az egész körpályán is. És egy gyönyörű képet tudok mutatni a város magáról, rajtunk keresztül a világnak. Nagyon köszönöm Fehérvár, a fehérváriaknak ezt a fantasztikus lehetőséget, itt lehettünk. Remélem még visszajöhetünk egyszer. Kedves nézőink, ez volt már a Bajnokok Városa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!